Jótékonysági akció. Máté Szalkai gyermekek kapták meg a szeptember végén szedett nagykállói almát. Élelmiszerpazarlás. Csaknem 900 ezer tonna étel kerül a kukákba évente. Új lakók, termetes barna medvék érkeztek a Nyíregyházi állatparkba. Célba ért a szeptember végén indult jótékonysági akció. Szerdán megkapták a Megyei Gyermekvédelmi Központ Máté Szalkai otthonaiban élő fiatalok azokat az almákat, amelyeket néhány hete nagykállóban szedtek le vármegyei közéleti személyiségek. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió híradója. Ötödik alkalommal szervezte meg a jótékonysági akciót a nagykállói TÉSZ elnöke. Bölcskei György azt mondta, ő nem ismer az almánál egészségesebb gyümölcsöt, ezért szeretné megajándékozni vele a nehéz sorban élő gyermekeket. Még Nagy István agrárminiszter is szedte az almát szeptember végén Nagykálló határában. A helyi TÉSZ kertjében minden ősszel megszervezik az akciót annak érdekében, hogy gyermekvédelmi szervezeteknek juttassák el a gyümölcsöt. Minden búra balra jó. Az alma jótékony hatásait sorolta szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekvédelmi Központ Máté Szalkai intézményében Bölcskei György az akció megálmodója. Ide kerültek azok az almák, amelyeket néhány héttel ezelőtt szedtek le Nagykállóban. A helyi TÉSZ tulajdonosa azt mondta, minden gyermeknek meg kell tanulnia, milyen egészséges az alma. Minden gyerek tanulja meg, hogy ez milyen csodálatos dolog, ami egész életében elkísérheti, és ugye minden tekintetben, minden porcikájának ugye legegészségesebb, úgymond legegészebb táplálékunk egyike, és ezért ez rendkívül fontos, és hogy minél közelebb a termelőtől lássák, hogy milyen alma az, ami megterem, és hát, ha még az is kedve kapna, amiről beszéltünk, hogy akinek lehetősége lesz, legalább otthon egy-két almafát ültessen, és akkor ezt ugyanúgy tovább tudja majd terjeszteni, hiszen ez a legfontosabb kérdés ennek a dolognak. 26 telephelyen látunk el gyermekvédelmi szakellátásba beutalt gyereket, 428 férőhelyen, és ez az alma, amit mi minden évben felajánlásként megkapunk, ez minden gyerekhez eljut, úgyhogy... Repedig Anikó, a helyi gyermekvédelmi intézmény vezetője köszönte meg az adományt. Az almát aztán jelképesen Román István vármegyei főispán osztotta szét a gyerekek között. Azt mondta, Európai Uniós elismerésben is részesült a közelmúltban a szabolcsi gyümölcs. Nemrégiben egy hónappal ezelőtt kaptuk az Európai Uniótól azt a visszaigazolást, amely eredetvédett termékké nyilvánította uniós szinten a szabolcsi almát. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly elismerés nem csak az almának magának, hanem a termelőknek is, akik generációról generációra végzik ezt a tevékenységet, és újítják meg az almatermesztést a megyében. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír. Nyilvánvalóan ezután következik az a munka, aminek az eredményeképpen bízunk abban, hogy ezt sikerül pénzre is váltani, vagyis piacra váltani, és ezzel a márkanévvel a vármegye területén megtermelt étkezési almát nagyobb lehetőségekkel sikerül majd értékesíteni. Az akcióban ötödik alkalommal jut el a Máté Szalkai Gyermekvédelmi Intézményhez a leszedett alma. A szerdai rendezvényen részt vett Hasulyó Szabolcs, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vármegyei kirendeltségének vezetője is. Megdöbbentő adat, hogy Magyarországon évente annyi élelmiszer dobnak ki a szemetesbe, hogy abból Nyíregyháza teljes lakossága 3 éven át naponta 3-szor jól lakna. Csaknem 900 ezer tonna élelem kerül a kukákba. Ennek csökkentésére indított akciót a NÉBIH. A hivatal a vármegyéből is várja a jelentkezését azoknak, akik részt vennének a felmérésben. Jó napot! Egy szállángolt kolbászt szeretnék. Igenis! Kérem, mit csinál? Miért cipelne annyit, hölgyem? Az ételek egyharmada úgyis a szemétbe kerül. Jól átgondolt vásárlással már a boltban is csökkenthetjük az élelmiszer hulladék mennyiségét, ha csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van. Nem minden élelmiszer hulladék pazarlás, a kávézac, tojás, héj, a zöldségek és a gyümölcsök emberi fogyasztásra alkalmatlan részei nem elkerülhető élelmiszer hulladékok. Pazarlás az, amit feleslegesen vettünk meg vagy készítettünk el, és kidobjuk, ami még ehető lett volna.
Első helyen a készételek szerepelnek, főleg, hogyha vendégeket várunk, akkor hajlamosak vagyunk irreálisan nagy mennyiségeket sütni, főzni. Ezzel alapvetően nincs baj, csak legyen hely a fagyasztóba, hogy el tudjuk ezeket még időben tárolni, és persze onnan majd ki is kell venni. Második helyen állnak a zöldségek és gyümölcsök, harmadik helyen pedig a pékáruk. A pékáruknál egyébként nagyon szép javulás volt érezhető. 2016 óta lefeleztük a kidobott pékáruk mennyiségét. A képen látható élelmiszer hulladékból hazánkban átlagosan körülbelül 60 kg-ot termelünk fejenként. Ebből 24 kg megelőzhető lenne. Az elpazarolt élelmiszer ma árak mellett mintegy 40 ezer forint veszteséget jelent egy átlagos magyar számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretne a Nébih egy körképet készíteni arról, mennyi élelmiszer hulladékot termelünk mi magyarok, ehhez várnak jelentkezőket. A háztartás lehet egy személyes, de lehet akár 10 fős is. Igazából számunkra jó is, hogyha minél többféle háztartás jelentkezik. Az önkéntes háztartásoknak egy hetet kell kiválasztaniuk, még a karácsony előtti időszakig bezárólag, és ezen az egy héten minden egyes élelmiszer hulladékot meg kell majd mérni, ami otthon keletkezik. Ehhez, hogyha nincsen az adott háztartásban konyhai mérleg, akkor ezt is biztosítani tudunk az első 200 háztartásnak, és az élelmiszer hulladékokat egy naplóba kell bevezetni, ez lehet online vagy nyomtatott napló, ezt bármelyiket rendelkezésre tudjuk bocsátani. És megköszönjük a háztartások részvételét még néhány ajándékkal, amelyek között lesznek hasznos tárgyak is, amelyek hosszú távon is jól használhatók egy háztartásban. Bármelyik háztartás jelentkezhet egy rövid regisztráció után a maradéknélkül.hu oldalon. A tavalyi évben rekord részvételünk volt. Körülbelül 1800 ember vett részt ebben a felmérésben, ez 500 háztartást jelentett. Ebben az unióban a legnagyobb háztartási számmal rendelkeztünk, úgyhogy erre büszkék vagyunk. Idén is szeretnénk ezt a kitűnő eredményt megismételni. Az eltelt 5 évben az uniós átlaghoz képest is nagyon jól alakult a pazarlási statisztikánk, de még így is 883 ezer tonna élelmiszert dobunk ki évente, amelyből 430 ezer ember, azaz Nyíregyháza teljes lakossága 3 éven át minden nap 3-szor jól lakhatna. Folytatódik a fásítási program Nyíregyházán, csaknem 30 helyszínen több száz csemetét ültetnek el az őszi időszakban. Szerdán délben a múzeumfaluban dolgoztak az ásók, egy városi cég ajánlott fel 30 darab nem tudom szilva csemetét az intézménynek. Emellett korhű ülőalkalmatosságokat és padokat is adományozott a múzeumfalunak. Nagyon bejött a hűtelnek a múzeumfalu. Szilverekvel fogunk majd csinálni belőle. Zajlik a munka a múzeum falu tarpai portáján, a nyíregyházi cég és a város vezetése 30 szilvafát ültetett el a cég társadalmi felelősségvállalása segítségével. Nem csak most vette ki a részét mindebből a 26 éve Nyíregyházán lévő vállalkozás, hiszen minden évben jelentős összeggel támogatja a Vármegyei Kórházat, az amatőr röplabda versenyt és a kosárlabda csapat is az ő nevüket viseli. Wir haben schon letztes Jahr uns hier fast zur gleichen Zeit getroffen hier. Tavaly is ebben az időpontban találkoztunk itt kint a múzeumfaluban, hogy hozzájáruljunk a múzeumfalu szépüléséhez. A Hübner HKFT szeretné támogatni a magyar kultúra megőrzését. A múzeumfalu remek helyszínt jelent ehhez. A mostani akciónak a keretében idén 30 fát fogunk elültetni. Ez körülbelül ugyanaz a szám, mint amit tavaly is ültettünk. Emellett támogatjuk még az intézményt abban, hogy különböző ülő alkalmatosságokat, padokat telepítsenek a látogatók számára. Hier zu einem attraktiveren Erscheinungsbild beizutragen. 2022-ben kötött stratégiai megállapodást a Múzeum Falu a Hübner HKFT-vel, idén már második alkalommal ültettek együtt fákat az intézmény területén. A tarpai portánkon lévő szilvásunk közel 30 éves lett, és évek óta nem termett rajta szilva, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez az a közös pont, amiben találkozhatunk a Hübner Kft-vel, és ebben a segítségünkre voltak, hiszen a tájra jellemző, nem tudom, szilvafát ültettek el itt a tarpai portán. Ugye ez az a port, ahol bemutatjuk a szilva feldolgozását, nem csak a pálinka készítés, de az aszalás és a szilvalekvárfőzés technikáját is, és ezen kívül a
10 fa még a szatmári portákból a nagyhodosi portára fog kikerülni, ennek kifejezetten örülünk. A vendégek amellett, hogy kóstolgathatják a finom szilvákat majd, azért természetesen produktumok is készülnek. Például a Múzeumfalu idén elkezdődött egy idősekkel való kooperációt, amiben az öreg otthonoknak a lakóit hívjuk el közös munkára. Volt már birsalmasajt készítés, savanyúság készítés, hamarosan fogunk például káposztát együtt gyalulni és savanyítani, úgyhogy egy közös program keretében már a jövő évben a szilvalekvár fűzés is porondra kerül. A polgármesteri fásítási program 2018-ban kezdődött a vármegye székhelyen, azóta a város számos pontján ültettek fákat. Ehhez a programhoz ez volt a célunk is, hogy ezért neveztük a polgármesteri fásítási programnak, hogy adjunk egy kis marketinget a dolognak, és mondhatom, hogy sikerült, mert nagyon sok cég, vállalkozói klub, intézetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók is csatlakoztak ehhez, és ezzel a városunk egyre zöldebb lesz, egyre szebb, és egyre jobb levegőjű, ugye, amit már mérni is tudunk a felállított monitoring rendszerünkkel, és ez azért folyamatos, mert ez egy folyamatos tennivalót jelent, de már hála Istennek van mire visszanéznünk, tehát több ezer fát tudtunk együtt elültetni, és azért mondom ezt így, mert ennek a programnak ez is az egyik szubstanciája, hogy nem csak az önkormányzat, hanem egy összefogással történik ez a faültetés, és folytatódik folyamatosan. Már most, aki nem tudott, most már vannak tavaszra programozott újabb adományok, úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert ez így sokkal jobb, sokkal szebb és sokkal többet jelent, azt remélem mindenkinek. A mostani akción kívül a fásítási programnak köszönhetően idén ősszel összesen 25 helyszínen 130 facsemetével lesz gazdagabb Nyíregyháza. Megerősíti a töltést a Krasznán és a Batár folyón a Feti vízig. A beruházás célja, hogy korszerűsítsék az árvízvédelmi rendszert a vármegyében. A 4 milliárd forintos programról Dajka István, a Feti vízig osztályvezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. Feketélik a magasból az új aszfalt a Kraszna töltésén Nagy Dobosnál. Nem csak erősítették, hanem járhatóvá is tették az árvízvédelmi építményt a Feti vízi munkatársai. Ezen a területen csak nem 22 kilométeres töltésen dolgoznak a szakemberek, mondta 35 perc című műsorunkban Dajka István, az igazgatóság osztályvezetője. Közel 22 kilométeren, ugye ezen belül a Batáron közel 600 méter hosszon árvízvédelmi töltésfejlesztés történik, földmű további emelése, szélesítése, erősítése az előírás szerinti méretre. Itt 4 méteres kolonaszélességet kell elképzelni. A Krasznán lesz olyan szakasz, sajnos, ahol ennél kicsit keskenyebb lesz, és tehát elegendő magasságú, széles és burkolt, aszfalt burkolatot kapnak ezek a koronák, tehát kocsortól tudunk majd kerékpározni, és hát a védekezést is jobban elvégezni, fenntartási munkákat is segítő burkolat vásárosnaményig, tehát Olcsváig a jobb parton és bal partra átmenve a vásárosnaményig tudunk közlekedni, és ott aztán csatlakozni a kerékpárutakhoz, meg közben is. A Batáron pedig a 2019-ben befejeződött szakasz folytatásaként épül tovább ez a szintén aszfalt korona burkolatú töltés, és egy zsilip van még, a magas léket, egy zsilip, amit ugye régit el kell bontani, nem sokára kész az új szivattyú állással. Tehát itt a település, magas léget település belvizeinek átemelése is megvalósul majd. A beruházás befejezése után a térség árvízvédelmi szempontból sokkal biztonságosabb lesz. Dajka István osztályvezető azt mondta, a Kraszna töltésére ráfért a korszerűsítés. A Tisza az a fő folyója itt a térségünknek. Az árvizek idején, tiszai árvizek idején bizony a mellékfolyókat is visszaduzzasztja, tehát a Kraszna alsó szakaszán vagyunk, ahol bizony a Tisza a meghatározó árvíz szempontjából.
a tiszai árvíz magassága. A Batáron is ugyanez, csak ugye Ukrajna felől érkezik a Tisza, és ott még gyorsabban, és gyorsabban kell reagálni. Tehát itt ez a kiépítése a fontos, hogy megfelelő magasságú szelvény méretű legyen a töltés, mert nincs idő magasítani, erősíteni. Itt vagy ott van és véd, vagy pedig nagyon nagy erőfeszítéssel talán meg lehet védeni. Tehát itt erre kell koncentrálnunk. A töltés anyaga pedig a Krasznán elég változatos, tehát szivárgásra hajlamos, hiszen a láb szélén vagyunk, az altala is, ilyen töltés is, bizony az erősítése nagyon ráfért már. Az erősítés ráfért már a Krasznára. A beruházás 4 milliárd forintból épül meg. A tervek szerint a töltés az év végére készül el. Baleset okozott fennakadást reggel Nyíregyházán a belvárosban. A Luther utcán ütközött össze két személyautó. Az első információk szerint az egyik jármű vezetője nem adott elsőbséget, mikor kikanyarodott. Személyi sérülés nem történt, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. Öt győzelemmel és egy döntetlennel tért haza a szezonnyitó budapesti tornáról a szabolcsi Solymok U8-as és U10-es jégkorong csapata. Ezen a hétvégén a 10 évesek Miskolcon lépnek jégre, majd decemberben hazai tornákon fogadják a riválisokat, a fiatal nyíregyházi hokisok. Ütő is van, korcsúja is van, korong helyett azonban egy kis labdát terelgetnek, így nem jéghokiznak, hanem görhokiznak a szabolcsi Solymok fiataljai. A nyíregyházi jégpályán egyelőre még a műanyag borítást használják a gyerekek, ennek ellenére két korosztályos csapat is szép eredményekkel tért haza a fővárosból. Annak ellenére, hogy két hónapos hátrányból indulunk már, mint ami a jéges edzést illeti, ennek ellenére nagyon jól sikerült a bemutatkozás. Egy vidéki csapattal játszottunk döntetlent, de az összes többi csapattal szemben nagy arányú győzelmet arattunk. Ez is azt mutatja, hogy az a lelkesedés, ami az egyesületben benne van, és a szülői támogatás az azért előbb-utóbb beérik. Az U10-esek a Székesfehérvár, a Kaposvár és a Baja, az U8-asok pedig a Dunaújváros, a Ferencváros és a Jászberény ellen léptek jégre. A mérleg pedig 5 győzelem és 1 döntetlen volt. Ebben a korcsoportban nem számoljuk az eredményt, de azért a gyerekek meg a szülők igen. A tervek azok voltak, hogy mutassuk meg magunkat mi is ott Budapesten, hogy lássák, hogy a szabolcsi Solymoknak is van jégkorong csapatuk. És ugye mivel nem tudunk mi jégen edzeni, csak hetente egyet, ezért nem vártunk nagy dolgokat tőlük, de viszont meglepetésünkre nagyon jó szerepet mind a két korosztályuk. Mint az egyesület elnöke elmondta, a jelenlegi 50-55 körüli létszámot a szezon végére szeretnék 100-ra emelni. Országosan elmondható az a tendencia, hogy a jégkorong sport egyre népszerűbb, azért a magyar válogatott is már világszínvonalú játékot tud űzni. Tavaly év tavaszán azért a Finnország-Észtország közös szervezésében lévő világbajnokságon a magyar válogatott kijutott, egyre népszerűbb. Fontos a támogatottsága a Magyar Jégkorong Szövetség részéről is, amit ugyanúgy a Szabolcsi Jégsport Egyesület megkap, mint bármelyik más egyesület. Ránk van bízva, hogy mire vagyunk képesek ebből a támogatásból megoldani, de továbbra is a mi infrastruktúrális nehézségünk az, hogy november közepétől, jó esetben március közepéig tart a szezon, a jeges szezon, és egyébként meg Debrecen Sátoraújhelyre kell ellátogatni ahhoz, hogy jégen legyenek a gyerekek. Az U10-es együttes ezen a hétvégén Miskolcon szerepel egy tornán, decemberben pedig már hazai környezetben lépnek jégre a korosztályos csapatok. A tervek között szerepel egy jeges nyílt nap megrendezése, amelyen a legkisebbeknek szeretnének kedvet csinálni a korcsolyázáshoz és a jégkorongozáshoz. Termetes barna medvék érkeztek Svédországból a nyíregyházi állatparkba. Az eurázsiai barna medve Félix és az alaszkai Kodiak szigetén őshonos Takuka 2000 kilométeres utazásuk után már megtekinthetőek a park 1 hektáros medve erdejében.
Így fürdött Félix és Takuka a Nyíregyházi Állatpark medveerdőjének medencéjében. A két hím medve eddig is közösen élt svéd otthonukban, a lakótársak láthatóan Nyíregyházán is jól érzik magukat. Mielőtt megjöttek a svédországi Orsa ragadozó parkból, már nagyon sok információt kaptunk az állatokról, amellett, hogy gigantikus méretű a kodiak medve, hiszen 600 kg-os, teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik, mint eurázsiai alfajtása. Félix, aki már ott van hátul, ő már bejárja az egy hektáros medveerdőt, már mindent felkutat. Takuka, ő jóval komótosabb, és hát úgy jellemezték, hogy kicsit lassabb gondolkodású. Az eurázsiai alfajba tartozó Félix közel 400 kg-os, de szinte eltörpül a több mint 600 kilós társa, az alaszkai Kodiak szigetéről származó Takuka mellett. Ezt az alfajt tartják a világ legnagyobbra növő barna medvéjének. A Kodiak a legnagyobb testű barna medve alfaj, sőt a testméret a jegesmedvével vetekszik. Alaszka délnyugati részén a Kodiak szigetcsoporton őshonos. Régen a grizzlivel egy alfajba sorolták, de mivel önálló populációt alkot, más alfajjá változtatták, és gigantikus a mérete. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy elsősorban lazacokkal táplálkozik az élőhelyén. Egy ivarérett hím több mint 600 kg-os is lehet, a mi takukánk sem kicsi, ő is több mint 600 kg-os testtömeggel rendelkezik. A mackók testvéreket talán minden gyermek ismeri, abban is Kodiak mackók szerepeltek, és hogyha eljönnek ide a vendégek a Nyíregyházi Állatparkba, nem csak a méretből adódóan lehet őket megkülönböztetni, hiszen van itt egy másik mackónk is, egy eurázsiai Félix nevezetű állat. A Kodiak medvének ilyen kis lecsüngő ajka van, úgyhogy Takukát innen is fel lehet majd könnyedén ismerni. Magányosan élő medve alfaj, de a táplálékban gazdag területeken többen is összegyűlhetnek. Alapvetően Svédországban is hatalmas területen éltek, és itt is egy hektáros a medveerdő. Amellett, hogy hallgatnak a nevükre, Félix és Takuka, külön jelük is van. Most azért nem mutatom meg, mert az becsapás lenne, de hogyha az X-et látja Félix, az azt tudja, hogy itt a bemenetel, itt a vacsora ideje, és működik, tehát kipróbáltuk, és működik. Takuka is jön, kicsit lassabban, de ő is bejön a vacsorára, és őt könnyebb bezárni pontosan a pocakja miatt, mert elég könnyen lehet motiválni az étkekkel, ami elsősorban zöldség és gyümölcsféléből áll. Még egy kis kulissza titok Takukáról, bár óriási termetű, félelmetes karmokkal rendelkező állat, kicsit fél a bogaraktól. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Célba ért a szeptember végén indult jótékonysági akció. Szerdán megkapták a Megyei Gyermekvédelmi Központ Máté Szalkai otthonaiban élő fiatalok azokat az almákat, amelyeket néhány hete Nagykállóban szedtek le vármegyei közéleti személyiségek. Magyarországon évente annyi élelmiszer dobnak ki a szemetesbe, hogy abból Nyíregyháza teljes lakossága 3 éven át naponta 3-szor jól lakna. Csak nem 900 ezer tonna élelem kerül a kukákba. Ennek csökkentésére indított akciót a Nébih. A hivatal a vármegyéből is várja a jelentkezését azoknak, akik részt vennének a felmérésben. Termetes barna medvék érkeztek Svédországból a Nyíregyházi Állatparkba, az eurázsiai barna medve Félix és az alaszkai Kodiak szigetén őshonos Takuka 2000 kilométeres utazásuk után már megtekinthetőek a park 1 hektáros medve erdejében. Október 19-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Csütörtökön éjszaka borult időre kell számítani, a vármegye egyes helyein eső is eshet. A hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul. Pénteken napközben marad a borult idő, de eső már nem várható. A hőmérséklet legalább 10 fokkal lesz melegebb, mint a hét elején. 22-24 fok valószínű. A felmelegedés a hétvégén is folytatódik, 20 fok feletti értékekre kell számítani napközben. Eső vasárnap eshet.